A dombovári régió szakképző intézményei várták a gyerekeket azon a találkozón, melyen a végzősök részletes tájékoztatást kaphattak a továbbtanulás lehetőségeiről. Szolnoki Csaba, a Vásáros Dombói Általános Iskola tanára azt mondja, a családok számára egyre inkább a biztos megélhetést nyújtó szakmák elsajátítása a fontos. Éppen ezért érezhetően egyre többen jelentkeznek az ilyen képzést biztosító intézményekbe. Hanem a biztos megélhetés inkább ebből az következik, és az bizonyítja, hogy a kétkezi munkának van óriási nagy jelentősége. Tehát ott, ahol már ösztöndíjat kapnak, esetleg duális képzésben munkavégzést kapnak, egyfajta biztonságot jelent a család számára. Ennek a folyamatnak is köszönhető, mondta Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési központ kancellárja, hogy az elmúlt esztendőben jelentősen mintegy 15%-kal megnövekedett a szakképzésben résztvevők aránya. Azt gondolom, hogy a Tolna megyei szakképzési centrumnak ebben nagyon komoly szerepe van, hiszen mint a megyében 8 intézményt, szakképző intézményt működtető szervezetként, nekünk ez az alapvető célunk, hogy minél több tanuló jöjjön a szakképzésbe, minél több jó képességű diák legyen itt, és én azt látom, hogy egyre inkább versenyzünk, és versenyképesek vagyunk a közoktatás más egységeivel szemben. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egyik célkitűzése, hogy jól képzett munkaerő álljon a megyében dolgozó vállalkozások rendelkezésére. Annak érdekében, hogy a versenyképességük megmaradjon vagy erősödjön, mondta Varga Stadler Gábor, a szervező Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. Ügyvezetője. Nem igazán kell erősíteni azt a tényt, hogy a megye, illetve az országnak a gazdasága rendkívül gyorsan fejlődik. A beruházások végrehajtásának tulajdonképpen most már csak az szab határt, hogy ezek a vállalkozások lassan nem rendelkeznek, sőt már nem rendelkeznek elegendő korszerű tudással rendelkező munkaerővel. Nyilván a munkanélküli körből most már ezt ellátni és pótolni nem lehet, nyilván annak egy egész más célzata van. Itt, ami ebben segíthet, az a tudatos, folyamatos figyelemfelhívása a 8-os végzősöknek, hogy válasszák a szakképzést. A most lezajlott pályaorientációs napnak van már előillete. A tavalyi nagy sikerű rendezvény hatására döntöttek a szervezők az idei program életre hívása mellett.